Sziasztok, srácok! Ma egy nagyon fontos dologról szeretnék veletek beszélni. Egy ideális világban ennek a videónak nem kéne megszületnie. Egy ideális világban a szeretetnek nem kéne határokat ismernie. Egy ideális világban szeretni és szeretve lenni egy szabad dolog kéne, hogy legyen, nem identitástól és szexuális orientációtól függetlenül. Nem kell pódiumra állnom a világ elé, egy kis táblára felírva, hogy én bi, trans, meleg, vagy mi az Isten vagyok. Facts. De akkor miért coming out voltál? mert nem ideális a világ. Még ez tényleg nem egy ideális világ. Elég ránézni arra, hogy konkrétan ö, 28, 28k dislike és 20k like van rajta, pedig ez, ás, ez tényleg elszomorító, hogy Magyarországon ennyire k***tul utálják a melegeket. Nem értem, nem értem, tényleg, nem értem. Igen, én, Ton, meleg vagyok. Kajak! Na jó, nem amúgy csak viccelek. Nyilván, oké, okay, ezt eddig is tudtuk. De, amúgy, láttátok, hogy nem minden melegember öltözik hercegnőnek. nőnek. Ezt tudtátok? Látod, hogy valakinek el kell magyarázni, de el, hogy akár a legférfiasabb testépítő férfiak is lehetnek melegek. Csak Whispartlonnak ilyen a stílusa. De képzeljétek el, hogy vannak hetero férfiak is, akik szeretnek nőiesebben öltözködni. Van hetero hercegnő férfi? Igen, képzeld el, hogy vannak hetero férfiak, akik mondjuk queenként dolgoznak akár, vagy dragqueen ö, versenyekre járnak, és nyernek úgy diakat a sminkelési tudásukkal, hogy ö, amúgy mondjuk feleségük van. Létezik ilyen, képzeld el. És boldogok, több mint valószínű. De tudnak kb. az a személyisége, hogy ő meleg és luxus jó, de jaj, bicsodok, hanem figyelj! milyen videóját láttad, amiben az lenne az ő személyisége, hogy ő meleg? Most az, hogy a stílusa olyan, amilyen, az a videóinak a tartalmán semmit nem változtat. Most abból, hogy hogyan öltözködik, meg beszél, meg mozog, meg ilyenek, nem feltétlen lehet levágni azt, hogy valaki meleg. Nála igen, de ez nem egy olyan dolog, hogy most ez lenne a személyisége. Szerintem, egész jó videói vannak. Sőt, szerintem nemzetközi szinten a vágási stílusa és a videóinak a stílusa megállja helyét. Nagyon-nagyon igényesek a videói. És ezt senki nem verti el tőle. Ha szarul csinálna, nem lenne ismert. Ennyi. Amúgy egy dolog basz fel az egész NMBTQ community-vel, ami meg az, hogy a kisgyerekek tétén, nem tudom, az mit jelent, ugye azért lesznek melegek, hogy valami kis figyelmet vagy törődést kapjanak, ha valamit nem akarsz, akkor nem csinálod. Gyerekként van annyi őszinteség benned, hogy ha valamit nem kérem akarsz, akkor... Kérem bocsátani Tiránid a videóját is, kérem akkor kisebb, mint három. Nem fogod azt csinálni. Meg fogom nézni azt a videót is mindjárt. Tehát ez, ez hülyeség, hogy mondjuk tényleg belepussolnál a TikTok, mert én, én még nem hallottam olyan, hogy valaki azért lett volna meleg, mert, mert ő neki azt mutatta a TikTok. Tehát most tegyük fel, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy tényleg azért öltözködik úgy, meg kisminkeli magát, meg minden, és akkor kap egy kis figyelmet TikTokon, és akkor jól érzi magát. Oké. Okay. De ha eljutsz egy ar arra szintre, hogy te tényleg elkezdesz beszélgetni egy fiúval, akkor rá fogsz érezni arra, hogy te hogy valóban nem vagy meleg. Akár mondjuk, hogyha egy esetleg egy tali, egy találkozásig eljuttok, rá fogsz jönni arra, hogy kurvára nem vagy meleg. Vágod az nem dől el, hogy te azt szereted, vagy azt szereted, vagy mindkettőt, vagy egyiket se. Ezt a mocskos Nézed. igen, téged, de most már nem, mert perma bannoltanak. Pedig két éve követtél. Sajnálom. Fejben tőle, el, de nem döntés Nem, nem felbentőle. Hogy, hogy, hogy fejben az, hogy te szexuálisan kihez vonzódsz? Hogy dőlhetnél ezzel fejben? Miért? Te, hogyha most eldöntenéd fejben, hogy te most a f*** szereted, és elmennél b*** egyet valakivel, te azt tudnád élvezni? A szexuális irányultságot nem tudod beállítani. Nem tudod ráröltetni magadra, hogy te más szeres. Ez nem így működik. Ha két éve nézett, akkor már rég tudatosulnia kellett a fejében, hogy Manin kurvára nem homofób. Amúgy ez meg a másik, szóval nem tudom, vágod? Na mindegy, agyhalott emberek be like. Én nem gyűlölködök, vágod? Tehát én Viszpertonra egy rossz szót nem mondtam, amikor róla csináltam egy kritikus tartalmat. Szóval nem mondtam azt, hogy ő meleg. Szóval nem, tehát semmit, vágat. Én úgy néztem rá, mint egy másik emberre. Engem nem érdekel, hogy ő lány vagy fiú emberként nézek az emberekre. Nem pedig, nem, nem be őket olyan dolgokkal, hogy most ő neki van a lába között, vagy van a lába között, vagy hogy mit szeret, vagy mit nem szeret, mert nem érdekel. Engem az érdekel, milyen tartalmat csinál, és hogy én tudom ezt fogyasztani. Azt, hogy milyen formában adja azt elő, vagy beszél, vagy hogy néz ki, az nem érdekel, mert ugyanolyan ember, mint én, vagy te. És valaki csak azért utál, mert ő azt szeret akit. Kit érdekel, hogy kinek milyen a bőrszíne, kikit szeret, teljes mértékben k***a mindegy. A hiphop 1-2-3 ezer követő, majd teljesen ismeretlen emberek kezdtek el kommentelni, hogy milyen jó haja, milyen jól nézek ma ki, mennyire kire szedtem, milyen jó, mit csinálok. Volt lehetőségem megismerni az appon keresztül több olyan embert is, akinek teljes egészében megegyezik velem a sztoria, és elkezdtem nyitni újra önmagam felé, és engedni annak, hogy én, én legyek. Végre Viszont annak örülnék, ha elmondaná a videóban, nem tudom, hogy el fogja mondani, de annak örülnék, ha elmondaná a videóban azt, hogy nem minden meleg ember öltözködik így. Tehát most látod, hogy az ő személyisége kirívó és irritáló valaki számára, amit teljes mértékben meg tudok érteni, de ettől függetlenül nem kell elítélni. Sőt, nem minden meleg ember öltözködik, beszél, néz ki így. Nem minden meleg ember sminkel. Nem minden hetero ember sminkel. Valaki sminkel. Lehet, hogy egy lány nem sminkel. Lehet, hogy fiú többet sminkel, mint egy lány, és mégis minket heterook. Most, hogyha egy fiú mondjuk használ alapozót, vagy a szeme alatt eltünteti a fekete karikákat, az meleg. Vagy ha én felveszek egy rózsaszín pólót, én meleg vagyok. Hosszú hajam van, festem a körmöm, én meleg vagyok. Nem. De én is megkaptam már, hogy meleg vagyok, pedig nem vagyok az. És mégis, valamiért az emberek még mindig érvként fel tudják hozni azt, hogy én buti vagyok. Holott nem vagyok az. És az nem érv, alapvetően. Nem véletlen születtél annak, aki vagy. Legyél bárki aki most nézed ezt a videót. Úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Legy Fax. Él túlsúlyos, hajszávékony, fehér, fekete, fiú, lány, non-bináris, Ne, ne, túlsúlyos ne legyél, F -f azért az, amikor a legdagadtabb emberek mondják, hogy body positivity, meg 200 kilós vagyok, és így szeretem saját magam, nem tudom vágod, amikor ázsírosodik a szíved, és egy kórházi ágyadon fekszel, akkor valószínűleg nem fogod kiposzolni TikTokra egy body positivity, tehát én ezt a túlsúlyos dolgot, ezt nem mondtam volna, mert... Túlsúlyosnak lenni nem király, és hogyha tudsz tenni te ellen akkor tegyél ellene, vagy tényleg már zavar. My body, my choice. Oké, okay, bro, értem, csak, ja, ez azért egy kicsit... Nyilván nem gáz, hogyha valaki túlsúlyos, meg csak így nem egészséges. Nem azt mondom, hogy gáz, csak nem egészséges. Tudom, én is, nekem rajtam is van túlsúly, meg. És a hajszál vékony is, az is kibaszott egészségtelen. Ami a legfontosabb? hogy ember vagy, egy egyedi, megismételhetetlen, különleges személy, aki ugyanúgy megérdemli egy teljes, csodálatos életjogát, jogát, mint bárki más. És egyet jó jegyez meg, ha más nem is, én biztosít leszek neked, és szeretni foglak azért, aki vagy úgy, ahogy vagy. Az, Mondjuk, az nem olyan biztos, mert mégis letiltottál engem TikTokon, meg Instán, meg Youtube-on, szóval engem nem szeret, de titeket szeret Viszperton. <laughs> engem letiltott, nem, nem tudom miért. <laughs> Most is csak védem őt amúgy. Nem baj, nem baj. Rám nem vonatkozik ez a része a videónak. <laughs> de mindegy, mindegy. Engem nem szeret. És ha nem tetszik semmi gond, menj el mellette, lapozd el a posztját, ülj arrébb a metró. De ne bánst azért, mert ő merélni úgy, ahogy szeretne. Mindaddig, amíg neked nem árt ezzel, nincs jogod elítélni a cs... Ennyi, ez fax, ez mind, mind fax, Tény, tényeket tényeked beszél. Az évek során megtanultam, mindegy mit csinál az ember, valamibe úgyis bele fognak kötni. Hát igen, ez az ételosztás elég érdekes, de mindegy. Alkossunk hát egy szebb jövőt, ahol nem a vallásod, bőrszíned, vagy nemi identitásod fog meghatározni téged, mint ember, hanem a belső értékeid. Az, aki te valójában vagy. Na, ez egy jó videó volt szerintem, ez a videóban semmi baj nem volt amúgy, no joke. Kíváncsi vagyok ti a véleményére. Felesleges volt ez a videó. Lehet azt mondani, csak az a baj, hogy azokat az embereket, akik és csak gyűlölködni tudnak a meleg emberekkel szemben, azoknak ez a videó nem fog semmit mondani. Nekem, mint liberális ember, ez egyértelmű, hogy ezeket én el tudom fogadni, ezeket a dolgokat. Számomra ez tökre egyértelmű. Ezek olyan dolgok, amikről nem tehet. Ez, ez alapvető logikus gondolkodás, hogyha valaki nem tehet valamiről, miért bántanád érte? Ha gyerekeket szeret, akkor égjen elvágod. Gyerekeket nem szerethet. A pedofiliát mentális betegségnek tartom, és lehet, hogy gyógyítható valamilyen szinten. Én, én azt mondom, hogy ha valaki pedofiles, rájön arra, hogy ő az, és nem bántott még senkit, de rájön erre, akkor kurva gyorsan keressen egy pszichiátert, pszichológust, és azonnal tényleg próbálja megjavítani magát, mert csak rosszabb lesz. És egy kisgyereknek az életében az, hogy megerőszak az, az olyan szinten el fogja rontani őt, hogy az, az, egy olyan trauma, amiből nem tud kijönni. Az, az örök életebe benned fog maradni. Van, akinél nem gyógyítható, de pedofília szerintem az egy gyógyítható most sok esetben, igen. Lehet kezelni. De azt, hogy valaki meleg, miért akarnád kezelni? Miért akarnád magadra erőltetni azt, hogy a fiúkat szereted. Most ha két fiú szereti egymást, két felnőtt emberek akinek ami megvan a joga ehhez, mind a ketten beleegyeznek, akkor oké, okay, de egy gyerek nem egyezhet bele, mert a beleegyezési korhatár is amúgy 14 fölött van. Mondjuk én szerintem simán lehetne 16. De ez csak az én véleményem. Legalább 16. 14 évesen a szexre nem is gondoltam. 14 évesen még élveztem nagyban Minecraftot, vágott clans.hu szerverem volt, és vártam, hogy mikor jönnek fel új emberek, hogy köszönhessem őket. Most pedig a 14 évesek konkrétan vannak, ami elég érdekes, de mindegy. Nézzük meg Tiranida a videóját, hogy nagyon értelmes youtuber. Meleg vagyok. Következett az iskola. Szerintem mindenkinek ismerős ez a közeg, de végül is kire kéne haragudnom. A tíz éves gyerekekre, akik egy olyan társadalmi nyomás mellett nőttek fel, ahol egy fiúnak erősnek és keménynek kell lennie. Ahol egy fiú nem hordhat színes, lányos cuccokat, nem lehet hosszú a haja, vagy mutathatja ki az érzelmeit. Legyél -e bárki, aki most nézed ezt a videót, úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Legyél túlsúlyos, hajszávékony, fehér, fekete, fiú, lány, nonbináris, meleg, bi, trans, queer, roma. Elfogadni azt, hogy valaki. Ugye nem csak gifek lesznek belevágva a videóban, mert akkor ez elég gyatra lesz. Nem fogad el, nincs rendben. A mi generációnk az, aki az elkövetkezendő 50-60 évben formálni fogja ezt a világot. What the fuck, bro? Semmit csak se kell elfogadni, ami nem normális. Hmm, a gyűlölet beszéd és a gyűlölet keltés szerintem nem normális. Szóval, Tiranida, én ezt nem tudom elfogadni, sajnálom. alapvetően a normális szó jelentése már subjektív. Szóval most az, hogy valakinek ez a normális, valakinek az a normális, hát mm, nem tudom. Tiranida túl sok Andrew Tét videót nézett, meg Ziz videókat TikTokon, és most elkezdett edzeni, és most, most ilyen zenéket hallgat. De jó. Szent Péter, szép tartással, visszítes vállakkal. Hát Tiranida, nem tudom, de az, hogy igazából most várj, Tiranida, de te most Izmos férfiakat teszel a videódba? Hol vannak az izmos nők a videóból amúgy? Nem, azért, de most csak izmos férfiakat nézünk. Nem tudom, ez elég buzis szerintem. Viszpártónak a videójában kevesebb büdjágat fértem felfedezni, mint ebbe. Én nekem valahogy egy kis férfit nézni sokkal inkább heteró, mint az, hogy iz izzadt izmos férfiakat nézek a monitoramon. Nem tudom. Oké, okay, olimpiai bajnok, magyar, kurva jó. És mi van, ha az olimpiai bajnok meleg lenne? Tudjátok, mi lenne? Tiranida nem használta volna fel érvként, keresett volna egy másikat, és azt rakta volna bele a videóba. Ez az egész tényt, hogy mondjuk ő meleg, konkrétan tökre leszarta volna. Egymát. Amúgy képzeljétek, amúgy vannak, vannak meleg olimpikonok, férfiak amúgy. Van, vannak tiranida, képzeld el, hogy léteznek ilyenek is. Sőt, meleg testépítők is léteznek. Vannak kúvasokan sokan, képzeld el. Ziz elfogadta melegeket, és amúgy a, elítélte a homofóbiát. Amúgy ez igaz, ha jól tudom, Ziz konkrétan azt próbáltam mutatni az embereknek, hogy mindenki legyen önmaga. Go, so Toxikus férfi a csak azt sugalja a Darrell, hogy azért tiltakozik ettől annyira, mert ő is meleg. Am I wrong? Hát nem tudom, neki is volt ilyen hosszú haja, ilyen Skrillex type beat. Nem, nem tudom, hogy neki van-e barátnője, vagy, vagy így valaha volt-e. Nem tudom, hát meg kell próbálni egy férfival Tyranny, de lehet sokkal, sokkal boldogabb lennél. <coughs> Nem értem, hogy mi az ez, ez vélemény? Nem hangzott el vélemény? Hol a tiranida a véleménye? Nem, nem értem ezt a videót. Nem adott semmi tartalmat hozzá a videóhoz. Pont egy olyan emberrel beszélünk itt, aki amúgy csinált rend videókat, meg így próbálkozott... Próbálkozott a contentet csinálni, amiben véleményt mond, de... Nem tudom, ezzel nem azt mutattad meg, hogy véleményt mond, az csak az, hogy buta vagy. Nagyon buta. Bumzi rossz, izmos habsik jók. Hát ennek nincs semmi köze a Whisperton Coming out ez csak clickbait arra, hogy rákatintsanak a szar videódra, amit Sony Vegasban összebattál 10 perc alatt. Az a férfiasság, a sárk, és technót hallgatsz. <gül> <gül> Egy kis rasszizmus még belefért a videóba így a végére. <laughs> hogy futnak. Futnak a rasszisták az erdőben. Úton, vannak éppen megverni a cigányokat, akik nem tehetnek arra, hogy cigánynak születtek. Na, jaj, tök jó. Ú, ez aztán nagyon férfias. Csíss! Jó, 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 csi, jó csillogósra meg vannak csinálva azok az izmok. Tiranida erre csorgatja a nyálát. De hogyha valaki is minkeli magát, az búzis. Mindenki az emberiséget akarja megváltoztatni, és senki sem önmagát. Azzal, hogy konkrétan kimondod azt, hogy... Hát nem kimondod, csak mutatod azt, hogy el kell menni edzeni. És akkor, akkor, akkor lesz egy nagy férfi, az konkrétan az emberiséget akarod megváltoztatni, és konkrétan meg akarod változtatni az embereket! ez a videó a Richard Modernity Embrace Masculinity magyar változata. Hát akkor miért nem ez a címe? Na, ne haragudj. Ez félrevezető tartalom volt. Sokféle érzelmet kiváltott belőlem, főleg a Kati Bélás résznél, mintha a csak pár napja kezdtem volna, ugyanaz a csont sovány motivált gyerek lettem arra három percre. Mindenképp kurva jó videó, ha esetleg nincs motivációm. Úristen. Még Ágrande is respekteli. Tirannyira nagyon sok tiktokos motivációs videót fogyaszt mostanában, úgy látom. Ennek a videónak kéne felkapottakban lennie. Az a baj, hogy az algoritmus nem így működik. Tehát Tiranid a csatornája lényegében az algoritmus szemében már meghalt. Én, én, nagyon remélem, hogy nem kapja fel ezt az algoritmust. Ezzel a videóval semmit nem lehet elérni. Max az, hogy tényleg edzenek az emberek. Cool. Király, lehet, hogy el fogsz érni vele valamit, de attól függetlenül, hogy te most edzeni fogsz, nem kell utánod a meleg embereket. Teljes mértékben lehetsz elfogadó velük szemben, vagy ha nem is elfogadó, akkor csak, csak ne bántsd őket, vágod. Miért bántanál valakit? Miért jó, mi, miért jó az neked? Miért, mi pluszt neked hozzá te napodhoz az, hogy te bántasz valakit, aki nem tehát arról, hogy ő meleg, vagy cigány, vagy, vagy, magas, vagy alacsony, bármi. Régen én sem támogattam a Pride-ot, őszintén bevallom egy ott mentalitás szintjén mozogtam a témával kapcsolatban, majd rájöttem, hogy jelenleg nem minden heteroszexuális közek olyan szinten van elnyomva kis hazánkban, hogy nem lehet a kifestős felvonolgatás szintjére degradálni egy megmozdulást az egyenlőség nevében. Aki mai napig ezen a szinten reked, és a klasszikus társadalmi normákat próbál rávetíteni egy magyar társadalomra, attól nem is várok jobbat, mint az izombontás. Homofobnak számítok a fura érzést kelt bennem az, ha egy meleg embert hallok akár beszélni, vagy a megjelenését kicsit abnormálisnak találom. Viszont ha meg kellene szólítanom egy ilyen embert, akkor ugyanúgy kezelném, mint a másikat. Figyelj, hogyha te furának találod, az teljes mértékben a te dolgod. Ne bántsd. Ennyi. Letörölted rólam is volt egy videó, amiben elmondta, hogy én. Én csak azért akarok segíteni az embereknek, mert, mert én, nekem szüksége van a figyelemre, meg hogy én, én, én kétszínű vagyok, meg ilyenek. Nem, nem, nem is igazán értettem, hogy mi a fasz. Tényleg actually csak segíteni akartam az embereknek, de valaki még ebben is azt látja, hogy ki akarom használni őket, vagy a faszom se tudja, nem tudom. Tehát ő tényleg egy szörnyen rossz indulatú ember, tehát a Tiranida szerintem az egyik legrossz indulatúbb ember, akit itt tudnék mondani a Youtube-ról. Nagyon furcsa amúgy, hogy vele barátkozik. Az, az, az kicsit aggasztó amúgy számomra. A tiranida emberség szempontjából a kisüljödék sem ér fel. Hát az a baj, hogy lehet, hogy, lehet, hogy ez tényleg így van, nem tudom. Tir Tiranidával tényleg beszélgetnék erről, mert érdekelne, mi az ő véleménye, vagy milyen témákat lehetne bedobni, csak szerintem nem, nem, hiszem, hogy élőben ezt így bevállalná, vagy nem tudom, igazából. Ilyen Andrew Tate típusú érvekkel dobálózna szerintem, ami nagyon viccesem úgy, mert Andrew Tate is az a nők nem tudnak vezetni. Bármikor volt autós balesetem, mindig egy nővel ütköztem össze. A nők nem tudnak vezetni. És így, oké, okay, de a statisztikák alapján sokkal több férfi okoz amúgy balesetet, mint Nő. Igen, ez így van, ez így van, de az én saját tapasztalataim alapján, tesó, vágj, ez, ez, na jó, a tag agyhalott. Tehát ő is, Andrew t, -t abban a szempontból, hogy hogyan kell pénzt csinálni, abban a szempontból okos, a abban a szempontból, hogy társadalmilag hogyan tekint a nőkre, hogyan tekint az egész társadalomra, abban a szempontból körülbelül olyan szinten van, mint mm, egy ősember. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szólj a ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis te vagy a legjobb az egész kerületbe.